hogy elérjek a napsütötte sávit. Szokványos nyár éjszakának indult, sétáltam kocsváról kocsvára, talán éppen a Nejlomba ittam a Hév végállomás mellett, Margit hídnál, vagy azt akkor már régen lebontották, nem tudom, lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit, kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságba, nem fixíroztam az asztallapját, még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül. Fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt koszmós, egykor világos barna haj, beruskadt íj, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek, megsárult fehér műszálas pulóver, barna nadrág, szemétben talált fehér strandcipő, kevertet kért és sört, pikolót. Ízlését nem vitattam. Eljövök egy 20-asért, mondta. Ezen meglepődtem. Az árnak képtelenül alacsony volt, már akkor is. Ismertem a Rákóczi téri kurzust. 20 forint, az nem ár. Másrészt a nő nem állta volna meg a helyét a Rákóczi téren, sőt, semmilyen téren. Az lett volna logikus, hogy ha akar valamit, ő fizet. De sokkal többet. Már pedig akart. Gyere, akarom, mondta. Nagyon szeretnék. Soha nőtt nőiességében megbántani nem tudtam, ha csak nem kifejezetten ez volt a célom. No, de hogy mentem. Úgy éreztem muszáj. Hiszen űzött voltam és zavaros, mint a fölkavart iszap akkoriban, és csak ezekben az eszpresszókban, büfékben érezhettem némi álfölényt. A nélkülözés és hajléktalanság valódi nyomorútjai között. Sokáig vonszolt egy hosszú utcán, hozzám bújt. Ez kínos volt, de szerves része a törlesztésnek. Átöleltem, egy pincében kötöttünk ki, nagyon sok lépcsőt mehettünk lefelé, valami nem tudni, honnan dengés félében az ágy. Befilcesedett vatelin darabokból összekotort alól, nem vetkőzött. Csak megoldotta, lejjebb tolta magáról a nadrágját. Így szoktam meg, ha bokor alatt dugok, mondta közvetlenül, nem volt ellenemre. Magam is csak a legszükségesebb mértékben, meg a zakómat dobtam le, inkább legyen koszos, mint gyűrött. Csókol meg. Hát igen, ez elkerülhetetlen. Avas szájszaga volt. Ajka pikkelyes, nyelve szárkodlása száraz, mintha egy üres szardiniás dobozban kotorászta a nyelve. Mindjárt fölvérzi az éles perem, rettegtem, hogy menten a szájába hányok, ettől viszont röhöghetnéken támadt. Ömlöttek durva bőrére a könnyeim, ami ura lettem a perisztaltikának. A lába közel szűk, száraz, alig tágul, alig se nedvesedik. Várjál, mondta, és belevált ujjaival egy megkezdett margarinba. Magába masszírozta, aztán még egy adagot. Enni is fog még ebből. Meg tudom mosni valahol magam? Kérdeztem később. Egy csőcsompra mutatott. A víz kilövelt, merő lucsok lett a nadrágom, mintha behugyoztam volna. Ez is hozzátartozik, mormoltam. Egy 50-esen volt még, a fejét rázta. Mondtam, hogy egy 20-as, és az nem az ára. Én akartam, a 20-as meg egyszerűen kell. Akkor adj vissza, mondtam. És meg, nincs 20-asom. Hülye vagy, mondta. Ha vissza tudnék adni 50-ből, nem kéne a 20-asod. Mondta logikusan.
és a következő pillanatban elaludt nyitott szájjal válaszoltam. Ha ilyen büszke vagy, zsebre gyűjtem az 50-est, megtaláltam a zakó, és botorkáltam fel a lépcsőn, hogy elérjek a napsütötte sávig, hol drapruhám fehér ingen világít, csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, oda, hol szélzúg, fehér tajték sistereg, komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, émeigés lépcsei, fogyni nem akaró mínusz emeletek, nyári hajnal, 961.